Három hétvégén át zajlanak a hamarosan megjelenő Marvel's Avengers beta tesztjei, az első körön pedig már túl is vagyunk. Ezen a játék PlayStation 4-es verziójának előrendelői vehettek részt, illetve a média képviselői persze csak akkor, ha a PS4-es verzióhoz kértek beta kulcsot. Mi is így tettünk, három nap játék után pedig van mit mesélnünk a bosszúállók nagy kalandjáról. Noha még mindig nem teljesen világos, egészen pontosan mi is a célja a Square Enixnek, ugyanis a Marvel's Avengers kampánya és kooperatív küldetései annyira szöges ellentétei egymásnak, hogy az embernek könnyen az az érzése támad, két külön címmel játszik. És pont ez a megoldás az, ami a legtöbbeket zavar. Akik nem azért mondták vissza az előrendelésüket, mert a barátságos és közkedvelt Pókember 2021 elején PlayStation exkluzív ingyenes DLC-ként került csak be a játékba, azok most épp amiatt háborognak, hogy a béta nagyobbik hányadában az úgynevezett Warzone és Drabzone küldetéseket tudták kipróbálni, és becsapva érzik magukat, hiszen nem erre az élményre számítottak. Számunkra ez azért furcsa, mert a Square Enix számos helyen és megannyi alkalommal próbálta meg hangsúlyozni, hogy a kampány és a kooperatív küldetések nagyon mások lesznek. Nem szabad összemosni és főleg összekeverni őket. Egyiktől se várjuk el azt, amit a másik kapcsán ígért meg a kiadó, mert így garantált a pofára esés. A béta rögtön a bosszúállók bukásával, a hírhet B-nappal, angolul ugyebár A, vagyis Avengers Day indul. Azt a küldetést nyomhatjuk le mi is a Golden Gate hídon, amit többször megnézhettünk már gameplay videókban. Itt lehetőség nyílik picit játszani Thorral, Vasemberrel, Hulkkal, Fekete Özvegyel és még Amerika kapitánnyal is, aki a többiekkel ellentétben nem a hídon, hanem a repülő helikarrier bázison veszi fel a harcot a gazfickókkal. A bevezető pörgős, látványos, tele van filmszerű jelenetekkel és ügyesen nyomatékosítja azt, mennyire különböznek az egyes karakterek. Teljesen más játékstílust igényelnek a hősök, garantáltan mindenki megtalálja majd a számára legkedvesebbet. Mi Vasembert szerettük meg a leginkább, gyorsan ráéreztünk a főleg a levegőben tevékenykedő fémvitéz irányítására, és nagyon élveztük, hogy leginkább távolsági támadásokkal fektethetjük ki a gazfickókat. Fekete Özvegytől tartottunk a legjobban, de még őt is szórakoztató irányítani. Hárításokra és ellentámadásokra épülő harcmodora változatos megoldásokat igényel. Főleg Taskmaster, azaz kiképző ellen volt ez igaz. Az első boss ugyanis pár pillanat alatt képes adaptálódni a támadásainkhoz, ezért megállás nélkül váltogatnunk kell a különféle trükköket, nem lehet egyféle skillt spamelni ellene. Nektek egyébként ki a kedvenc bosszúállótok? Írjátok meg kommentben. A San Franciscói prológus után ugrunk egyet az időben, és immár az ifjú Kamala Khan, vagyis Miss Marvel, valamint a borostes Hulk felett vehetjük át az irányítást. Ez a sztori küldetés is jól sikerült, a szereplők közötti interakciók kellően humorosak, de azért nem mennek át bárgyúba. Olyan szintű viccelődést azért ne várjon senki, mint amit a 2018-os Spider-Manben kaptunk, de ez így van rendjén, nem mindenki akkora mókamester, mint Pókember. Ha a kampány többi missziója is hozza nagyjából ezt a szintet, akkor ezen a téren nem lesznek komoly gondok. Sőt, még azzal is kilennénk békülve, ha a Marvel's Avengers csak egy lineáris akciókalandjáték lenne. Van ebben a sztoriban annyi potenciál, hogy egymagában is megállja a helyét. A kiadó viszont nem így gondolkodott, és itt jönnek a képbe azok a multiplayer küldetések, amelyek sokaknak elvették a kedvét a bétától, és magától a játéktól is. Ezekben a négyfős kooperatív missziókban bármelyik karaktert irányíthatjuk, Thor sajnos nem volt elérhető még, viszont a sztori teljesen háttérbe szorul, alibi szinten mozog csak a narratíva az adott küldetés felvezetéseként. Változatos feladatok várnak bennünket, és a küldetések hossza is eltérő. Pár perces Drabzone és kifejezetten hosszú Warzone kalandok is választhatóak, illetve ott vannak még a Harm Room kihívások. Tény, hogy ezek a teendők eléggé multidézőek, és nem a jó értelemben. A területfoglalós, bosszleverős, esetleg túszkiszabadítós objektívek nem forradalmasítják a műfajt, de ebben a játék részben is lehet azért találni szerethető mozzanatokat. Az egyébként tényleg változatos küldetések mélységét ne firtassuk tovább, nem érdemes, viszont a közös harca, a markánsan különböző hősök kombinálása meg tudja azért emelni az ember pulzusát. Még nem működött a matchmaking, így kizárólag botok oldalán indulhattunk bevetésre. A gép által irányított társak pedig nem agy sebészek, biztosan nem ők fogják megnyerni helyettünk az összecsapásokat. Az igazi móka akkor indul majd el, ha a pajtások is csatlakozhatnak hozzánk, és velük együtt fedezhetünk fel olyan trükköket, mint hogy például Vasember Hulkbuster páncélja a pálya egy adott pontjára is lehívható, ekkor pedig bármelyik játékos belebújhat. Igen, még maga Hulk is. Technikai téren sajnos egyelőre elég lehangoló a helyzet. A Marvel's Avengers bétája a PlayStation 4 Pro-n köhög, prüszköl, akadozik. Érdemes tudni, hogy a kipróbálható buildek sosem azt tükrözik, ahol pillanatnyilag éppen tart a fejlesztés,
Ezeket jóval korábbi verziókról választják le és kalapálják össze úgy, hogy ne omoljon össze két perc alatt az egész. Nem feltétlenül kell tehát megijedni attól, hogy kevesebb mint egy hónap van már csak hátra a játék megjelenéséig, simán elképzelhető, hogy addig minden a helyére kerül és egy technikai paráktól mentes, kész verziót vásárolhatunk meg. Ellenkező esetben kapni fog a fejére bőven a kiadó. A fájóan hosszú töltési idők és a csúnyán bezónó képfrissítés most még a vállalható szint alatt tanyázik. A Marvel's Avengers sikere vagy bukása elsősorban azon múlik majd, hogy a teljes végigjátszás során mennyire dominál a játék egyik vagy másik fele. Inkább a filmszerű jelenetekkel és izgalmas sztorival operáló kampányon lesz a hangsúly, vagy ezek csak néha színesítik a multis missziók tömegét. Illetve az is fontos, mennyire válik kötelezővé a kooperatív formulás az újabb, erősebb felszerelés megszerzésének érdekében. Reméljük, hogy az előbbi a helyzet, de sajnos sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy inkább a Warzone és Drabzone küldetéseken lesz majd a fókusz. Ha pedig tényleg így alakul, akkor érdemes összerántani egy baráti társaságot és velük együtt megmenteni a világot, hát hogy jobban ki tudnak domborodni ennek a játékmódnak is az érdemei. Kétségtelenül vannak neki, de messze nem annyi, mint a kampánynak. Nektek az eddig látottak alapján hogy tetszik a Marvel's Avengers? Meséljetek róla lent a kommentek között. Ha korábban még nem tettétek volna, bátran iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ha pedig ez a videó is elnyerte a tetszéseteket, akkor ne felejtjétek el egy lájkkal jutalmazni. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!